Hiénák. Elvihetem, uram? Hey, uram, hová megy? A buszhoz. És azzal hová? A Waterfronthoz. Ugyan már, velem 40 dolcsért sokkal gyorsabban odaér. 40. Jó, 30. Rendben. Igen? Akkor üljön be. Te jó ég. Egyszerűen őrületes ma a forgalom. Tényleg? Bizony. Bedugult az egész reptér. Aha. Waterfront Plaza, mi? Szép szálloda? Igen. Marha puccos. Most pont itt kellett megállnia. Itt leszünk egy darabig. Hihetetlen. Sajnálom, uram. Semmi gond. Jól utazott? 5 órát vártam az átszállásra. Hú, az nagy pech. Nem, szeretem a reptereket. Izgalmas hely. Szia! Igen, én is ezt mondom, imádok idejönni. Állandóan a csajok segéd stírala. Hát tudja, én más nézek. Mit? Az embereket. Ahogy mozog. Tegnap felhívtam őket, és azt mondták, hogy... Beszélnek. Kik voltak az árak, úgyhogy felírtam. Ahogy magam. Elköszönnek. Sziasztok! Szervusz! Jó utat! Jó utat! Szervusz! Szervusz! Gyere, menjünk! Egy nő megcsókolja a barátját. Ő sír, de a pasas rá se hederít. Nézi, hogy átmegy a kapu, de a pasi nem fordul meg. Egyszer sem. Nem akarja többé látni. Soha. Ugyan már, és ezt honnan tudja? Várok a kapunál. 9:11 után. Mindenki az előttem álló turbános fickót nézi, mert azt hiszik terrorista. De van esze. Elővesz egy könyvet. A Harry Pottert. Nem már. Mindenki megnyugszik. Jó húzás volt. A terroristák nem olvasnak ilyet. Na. Nem volt terrorista? Nem. Bár aznap elkaptak egyet a reptéren. Arról tudtam, hogy rosszban sántikál. Ki volt az? Az, aki nem fordult vissza a barátnőjéhez. Ugyan már ne szívasson! Ez egy igaz történet? Mint a Szentírás. Úristen, ezt nevezem ütős sztorinak. Gyerünk már, pakolj! Az összeset berakod? Amúgy személy vagyok. Greg. Örvende, Greg. Szintúgy. Nem aludt sokat, mi? Nem. A mellettem ülő pár végig pofázta az utat. Be nem állt a szájuk. Igen, ismerem az ilyet. Nekem is nem egy utasom beül, fogja a mobilját, és egész úton a magánéletéről dumál. Szálltak be már hozzám kurvák, droggal, mindennel. 17 éve taxizom, és így jel, láttam már pár cifra dolgot. Na végre, hála Istennek! Mehetnénk végre? Szívesen! Elképesztő, mi az ember már... Vigyázzon! Basszus! Megőrültél, nem látsz a sebet? Bocsánat, bocsánat! Minden rendben? Jó vagy? Nem láttam, hogy itt van. Átlátszó vagyok, baromarcú. Minden rendben? Megsérült? Fáj? Beviszi önöket a kórházba. Nem, inkább adja meg a biztosítási adatait. Az most nem fog menni, sajnálom, nem akarok bajba kerülni. Nézzel, vigye csak el ezt a taxit, én majd hívok egy másikat. Nem. Nehogy is ez a maga taxi a nevükre. Ez csak egy karcolás, hová mennek? Waterfront Plaza. Waterfront Plaza. Nekünk is azon a környéken van dolgunk, el tudnának dobni? Lehet róla szó? Nem kéne kórházba menni? Nem, semmi bajom. Csak vigyenek el a szállodáig. Az nem lenne gond? Nem, dehogy is. Jöjjenek. Biztos? Igen. Apám. Biztos jól vagy? Egész biztos? Igen. Jól van.
Hogy van a lába? Megmaradok. Szerencsét, hogy megúszta. Bocsánat, nagyon sajnálom. Csak tudják, besegítek az öcsémnek, és nem akarok zűrt, mert ha a főnöke megtudja, biztos kirúgnád szegényt. Ne aggódjon, nem jelentem fel. Kászpör vagyok. Tudja, mit a barátságos szellem. Hazudik, gonosz szellem. Ez az okos tojásét, Béli. Béli a kölyök. Greg. Milyen menők vagyunk, Greg? Szép. Elengedné a kezemet? Hát, hogy ne. Adjak készpénzt. Osztozunk a viteldíjon, de sajnos csak készpénzem van. Jó, semmi gond. A kártyámat mindig letiltják, amikor elhagyom az államot. A bank aggódik, hogy a bűnözők visszaélnek az adataimmal. Kit érdekelnek a te adataid? A rádióban hallottam már ilyenről, ez komoly dolog. Bizonyám. Az én adataimat nem kapják meg. Nem is kell senkinek, csak túllépted a keretedet. Szarban van a gazdaság. A gazdasági helyzet nem magyarázat. Felelősek vagyunk a tetteinkért. Nem számíthatunk másra. Szerintem sem. Nincs ingyen ebéd. Nincs bizony. Vannak a városban jó csajok? Csajok? Ja, striptease bar. Billy még soha nem volt ilyen helyen. Ráférne egy kis kultúrálódás. Fogd már be. Mert szerintem egyszer az életben ki kell próbálni. Mert próbáltam, nem tetszett. Jó, de a cellatársad öltánca nem számít. Van errefelé valami elegánsabb hely? Tudja, ahová az ilyen kezdőket is be lehet vinni. Tudna valamit ajánlani nekünk, mi? Lássuk csak. Van néhány striptease bar a környéken, de elegáns helyről nem tudok. Na és maga szereti? Mit? A striptease-t. Nem. Ez életfogytig szól. Életfogytig, ez jó. Ezt még sosem hallottam. Életfogytig, mint egy börtönbüntetés. Maga csak tudja. Jó szöveg. Ó, mit akar ezzel mondani? A barátja mesélt az öltáncról a börtönben. Nem volt semmi öltánc, és csak egy fogda volt, nem olyan nagy ügy. Nincs ezen mit szégyelni. Szerintem jó, ha az élet néha egy kicsit megtapossa az embert, hogy ne bízza el magát. Ez egy baromság. Mi ez a furaszag, mint azok a kicsi fenyő alakú légfrissítők? Aj, ne is mondja, borzasztó, mi? Majd szólok Eddie-nek, hogy dobja ki. Eddie az öcsém. Aha. Neki segítek a taxizásban. Ő Eddie? Igen, ez az ő kocsija. Én egy szedánt vezetek. Eddie szemműtéten van. Végre. Taxis létére az orráig sem látott. El ne felejtsem kirakni a saját taxis engedélyemet. Zűrös egy meló ez. Néha legszívesebben ott hagynám az egészet. Minek üldögéljek egész nap egy forró kaszniban? Ez a tag rendes, de máskor figyelj, hogy az vezete, aki a képen van. Vigyázni kell a sofőrökkel. Ó, pláne azokkal, akik ki sem váltják az engedélyt. Ó, ne is mondja. Van, aki felveszi a turistát, fél órát kocsikázik vele, pedig csak négy sarkot kéne. Megkocsikáztatja. Tényleg? Ez még mindig jobb, mint a milliómos túra. Hallott már róla? Nem. Ez durva. Tényleg? Mexikóban, Puerto Ricóban és Brazíliában gyakori, de itt is csinálják. Mondd a lényeget! Ketten kimennek a reptérre, és kifigyelik, melyik taxis vesz fel valakit, aki gazdag. Aztán fegyvert elő, és elviszik a gazdag bácsit, meg a taxist kocsikázni. Az összes bankautomatát útba ejtik, és kényszerítik a balekot, hogy vegyen fel annyi pénzt a kártyáiról, amennyit csak tud. Kicsinálják a szerencsétlent. Nincs kegyelem, legatyásítják. Maga hallotta már ezt? Én igen, csak nem tudtam, hogy milliómos túrának hívják. Milliómos túra? És itt is csinálják? Yeah. A városban? Aha. Ez kemény. Maguk nem itt laknak, ugye? Ingázunk a munka miatt. Aha. Ja, hála az elcseszett gazdaságnak. Oh. Jaj, már megint mit jössz a gazdasággal? Mit ártott az neked, mi? Semmit, de nem is segített. Sokan elegem van abból, hogy szórakoznak velem, és hiába gürcölök. Ha lenne elég pénzem, én lennék a saját főnököm. Aha. Mint ez? Mint ez? Mi baja van vele? Nem tett semmit.
Ismerem a fajtáját. Szép öltöny, menő óra. Az ilyenek lenézik azokat, akik keveset keresnek. Fogalma sincs róla, hogy ki vagyok, és túl sokat beszél. Valóban. Mondja már, mennyit keres? Semmi köze hozzá. Ilyen kurva sokat. Mit vártál, a Waterfrontban szállt meg? Tudják mit? Hagyjuk a szállodát. Hajtson le és tegyen ki. Ha? Mi? Kiszállok, elegem van. Ne izéljen, csak dumálunk. Aki akar szállni, csak tessék. Hajd csak le itt, vagy mi igen, legyen? Ott rögtön. Oké. Okay. Sajnos hasztaxiba ültem. Hát azt tudni. Hé, mit csinál? Kezdet a kormányra és kurs világnyugalom! Mit csinál? Mit akarnak? Szeretnénk jobban megismerni Gregory J. Newman, Pine Drive 426, Santa Rosa, California. Jó, hogy leborotváltad a szakálladat. Azért ez meredek, hogy te osztogasz divattanácsokat, szöszke. Ez vagy te? Undorító, igaza volt. Fogják a pénzt, ha ezt akarják, a maguké. Ó, köszönjük, ez igazán nagy lelkű. Mindenki az, ha fegyvert fognak rá. Hé, kéz a kormányon, vagy agyvelő a szélvédőn. Válasz! Quanto? Quanto? Nada, 52 dolcsi. Még a viteldíj is több. Azt hiszem, hogy meg kell állnunk egy automatán. A mobilodat. Kérem a mobilodat. Jó, adom már. Siessen. Ez nem játék. De erről ennyit. Köszönöm. Ahogy mondtam, leszívunk egy kis pénzt a számládról. A számládról. Miért csinálják ezt? Majd megbeszéljük, hogy miért. Hosszú még az út. Most lássuk inkább, hogyan. Jól figyelj. Megállunk egy automatánál, és felveszed a lehető legnagyobb összeget a kártyáidról. Ez a legtöbb helyen $400. Maguknál vannak a kártyáim. Minek kellek én? Jó kérdés. Vág az esze. Nem szeretnénk, hogy felvegyen az a kis kamera az automata fölött. Nem jó a fényképarcunk. Hey, csak a magad nevében beszélj. Befejezted, kezdhetjük? Nyugi, Csajszikám, még el sem mondtuk Gregnek a legfontosabb dolgot. Micsodát? Hogy lelőhetjük. Igen, általában ezt basszák el. Jó van, Greg, figyelj, mert ez nagyon-nagyon fontos. Ha menekülsz, lelövünk. Ha pattogsz, lelövünk. Ha baszakodsz, vagy elkezdesz baszakodni. Akkor lelövünk. És téged is. Ha leveszed a kezed a kormányról, kikapcsolod a biztonsági övet, vagy kinyitod az ajtót, a műszerfalról kell majd levakarni az agyvelődet, világos? Jó, értem. És a központot se hívod? Nem. De nem ám. Jól van. De merre menjek? Nézd csak, hajts le, fordulj jobbra, és álljunk meg a sarki automatánál. Világos, mit akarunk? Mit tegyek, hogy elengedjenek? Ez jó volt, vicces. 4 pénzfelvétel, $1600. És nem lövünk le. Szuper! Ha megpróbálsz menekülni, meglátod, hogy nem blöffelök. Hajts már le, köcsög. Jó. Itt állj meg! Várjatok! Gyerünk! Szállj csak ki! Ott az automata! Siessen, itt megvárlak! Ez az, ez az! Bizonylat is kell. Gyerünk már! Mozgás! Remek. Ezt elveszem. Na, nyomás. Menj már. Ülj hátra, ott kényelmesebb. Siker. Mehetünk. De hova? Majd meglátod, bazd meg, csak vezess. Na, kérdezősködj.
Mi a baj? Kicsit depis a pasas. A gazdaság el van átkozva. Mind el vagyunk. 1600. Végeztünk? Mi van? Meg el se kezdtük. Mi lesz, ha elérem a limitemet? Az hagyd legyen meglepetés, Buksi. Mi a fene az? Mi? Ez? Igen. Ez egy... Az öcsém oda van érte, egy... Hogy is hívják? Tarotkártya. Igen, azt látom. De mit jelent az ábra? Nem tudom, egy akasztott alak van rajta. Ezt nem értem. Miért a lábánál fogva akasztották föl? Így rossz meghalni. Miért? Hogy jó meghalni? Így, boom! Ba-ba-ú. Gyorsan vége. Ez inkább egy szimbólum, a halál jelképe. Ja, biztosan. Két gyökér, fogalmat sincs a tarotról. Akkor halljuk, mi áll rajta. Jó, nézd, ez nem a halál jelképe, hanem az életi, az utazási. Fejjel lefelé lóg, így az összes vagyontárgya kicsúszik a zsebéből, és megtisztul, szabad lesz. De nem csupán szabad lesz, hanem meglátja a fényt is. Szívesen. Ezt azután tanultad, hogy kicsaptak a gimiből? Tudod, egy jósnőtől hallottam, kártyát vetett. Egy jósnő? Egy cigányasszony Bronxból. Ő jósolt neked? Ehhez szakértő kell. És mit mondott? Semmi között hozzá. Jaj, ne csináld már, mit mondott? Parkolj le a sarkom. Itt? Igen, itt. Na, akkor folytassuk. Miért álltunk meg? Bowlingozunk. De komolyan. Greg már régen gurított. Jó, de ez... Mi van? Beszélhetnénk? Beszélünk? Nem, odakint. Á, te jó ég. Köszi. Legyetek jók. Mi van már? Mi a fenét művelsz? Segítenie kell. Azt mondtad, nem dolgozunk zárt helyen. Ó, ne már, egy lélek sincs itt, 2 perc is végzünk. Túl veszélyes. Nem majd rész. Ketten legyőzhetjük őket. Ne, ez esélytelen, én nem tehetem, feleségem van és gyerekeim. Ne legyél már ennyire beszarít. Te meg ne légy ostoba, kockázatos, nem csinálom. Engedtem, hogy beszállj, úgyhogy indiktálom a szabályokat. Elég tökös vagy? Itt a lehetőség, hogy bebizonyítsd. Ne legyen már naív. Magát is kinyírják, hiszen látta őket. Ne pattogjon, jó? Elment az eszed. A római azt mondta, vigyük oda hozzá, nem tud a milliómos túráról. Nem is kell róla tudnia. Szarért úgyért dolgozunk, valamiből meg kell élnem. Ennek már mindegy, hogy megkopasztjuk-e, úgyis meghal. Mi? A római meg akarja ölni? Nem tudom. Ne kamuz nekem. Nem tök mindegy. Kell a pénz. Tedd a dolgodat, jó? Csak adja oda a pénzt. Tegye, amit mondanak, ne hősködjön. Ha nem szúrja el, van rá esély, hogy megússzuk. Kifelé! Gyere! Siess már! Ne próbálkozz. Bemegyünk, de nem beszélünk senkivel. Mondjam az ajánlatunkat? Inkább ne. Múltkor is rosszul lettem a csiliüktől. Igen, a csili nem túl jó. Gyerünk. A csirkeszárnyhoz kiütés jár. Úgy értem, az a köret. Majd legközelebb. Mi van már, mozgás? Letiltották. Próbáld a többit. Jó emberismerő vagyok. Ahogy lóbálja a pisztolyt. Maga más, mint ő. Ne tégy úgy, mintha ismernél. Nem ismersz. Miért hagyja, hogy így parancsolgasson? Nem kell lenyelnie, ha sértegeti. Fogd be és igyekez, jó? Menjünk. Tényleg ilyen hülye vagy. Tedd el a cipőket, vagy kirúglak, puncikán.
Hé! Hey! Ne beszéljen így vele. Bunkóság és megalázó. Mi a faszt pofázik? Mindjárt megtudod, te seggarcú pöcs! Ne hagyd magad! Baszki! Kezper! Kezper! Basszus! Azt hiszed, hogy blöffölök? Hey! A következőt a pofádba kapod! Szállj be a kocsiba! Basszus! Ne felé! Baszd meg! Mi a fenért lőtted le? Tűnjünk el innen! Sajnálom. Rám fogta a fegyvert. Nem volt választásom. Azt hiszed? El kell tűnnünk innen. Azt hiszed, hogy kemény vagy, te hülye liba! Legfeljebb annyira, mint egy első bálozó! Fejezd már be! Nem tudod használni a pisztolyodat, ha megszökik a római, minket nyír ki! Nem lőhetjük le, a rómainak élve kell! És akkor hagyod futni, cica-mica! Tudod mit, kap be! Vigyük oda a rómaihoz! Majd akkor visszük oda, ha végeztem vele! És ne hagyd, hogy átverjen! Ő nem Greg Santa Rosa-ból, hanem Julius Jax! Nálunk sokkal okosabb emberekkel packázik, és mielőtt észbe kapnák, minket is átver! Hűj be a kocsiba! Bassza meg, indulj! Washington West! Washington West, ne tökölj már, baromarcul! Mi van? Baszki! A kártyáid? Eldobtam őket. Mi? Hol? A roncstelepen, az előbb. Basszus, fordulj meg! Ne fordulj meg, úgysem találjuk meg, te húgyagyú pina! Többet nem melózom veled, az fix! Jasszus Mária! Kuss és vezess! Add ide, te idióta! Idióta! A rohadt életben, ez hihetetlen. Csekket is elfogad? Hülyének nézel, csak készpénz, semmi más. Magadnak írsz egyet. Van itt valami rongy, vagy ilyesmi? Hozzám beszél? Igen, sofőr Kim, hozzád beszélek. Van itt valami rongy, bazd meg! Megnézem, várjon. Egy zsepi, egy szalvéta, vagy valami? Jó, tessék. Ne nyújkálj már! Töröld meg az arcodat. Nem hallod? Töröld meg! Ha vállalható lesz a külsőd, beváltunk egy csekket. A számlaszám rajta van a csekken, szóval Greg tuti, hogy nem felejti el. Minden a legnagyobb rendben lesz. Itt egy kis víz. Köszében. Nem tehetjük. Mi van? Elkaphatnak. Nézd, engem nem kapnak el. Nem lesz semmi gond, ugye nem baj, ha beugrunk egy boltba. Kapja be. Ezt már szeretem. Parkolj le a bal oldalon. Szerinted beváltják a csekket a boltban? Sőt, talán még csirkeszárnyakat is kapunk. Jól nézel ki. Itt, ez az. Egy perc és jövünk. Tessék, elnevezést. Azt mondod, hogy az öcséd vagyok, jó?
Sajnos bezárt a bankunk, ezért írtál egy csekket $5,000. Rendben? Igen. Nem úgy tűnik. Az jár a fejedben, hogy itt ez a bolt. Sokan vannak, nagy a tömeg, plusz ott az őr. Ha meglógsz, nem lőlek le. Tévedsz. Ha megpróbálsz átverni, lelövök mindenkit. És ez nem löv. Nem megyek vissza a sétre. Te kapod az első golyót. A taxisofőr a másodikat. Golyót kapsz, kis köcsög! Menjük. Szedd a lábad. Hogy mint? Meg vagyok. És ön? Panaszkodhatnék, de nem teszem. Tudja, nem könnyű manapság megélni. Viszlát. Többet járnék ide, ha lenne pénzem. Megér. Viszlát. Uram? Jó napot. Hogy van, kedves... Rebecca! Szólítson Becky-nek. Köszönöm, remekül, és ön? Jobban nem is lehetnék, hiszen az én drága jó bátyám meglátogatott. Ó, miben segíthetek, uraim? Írtam magamnak egy csekket, és szeretném beváltani. Ugye milyen titokzatos, amikor pénzről beszél? Nem is mosolyog. A hölgy azt fogja hinni, hogy kiraboljuk a helyet. Szóval $5,000, vagyis a maximális összeget szeretnénk felvenni. Általában nem fogadjuk el a saját névre kiállított csekket. Tudja, a bankunk sajnos az imént zárt be, és autót vennénk az anyukáknak a születésnapjára. Ó, de édese. Ő találta ki, de a kereskedő azt mondta, hogy kapunk 5% kedvezményt a végösszegből, hogyha a készpénzben fizetjük ki. Kaphatnék egy igazolványt? Jók ezek a kedvezmények? Bizony. Igen. Ó, sorozatgyilkos. Hát, nem is hasonlítanak egymásra. No, nem lehetünk mindketten ilyen jó képűek. Viszont ezek szerint maga az okosabb. Igen, már mondták. Egy pillanat, uraim. Mosolyog, ez csak pénz. Kérem, adja meg az ügyfél számlaszámát. Most adja meg az ügyfél születési dátumát és irányító számát. Megszegte a szabályt, veszi a kamera. Meg ne próbált. Rendben, ellenőriztem a számlát. Beválthatom a csekket, de le kell vonnom 2%-ot, azaz $100. Aztán. Igen, levonom a végösszegből, rendben? Persze. Jó, köszönjük. Jól van, egy pillanat. Lássuk. Elvileg 4900, de átszámolom. 1, 2, 3, 4. És... Adja csak, elviszik így. Mindegy, oda kell érnünk az autókereskedésbe. Jól van. Adhatok esetleg egy borítékot? Nem. Köszönjük. Ki akar egy pénzzel rohangálni az utcán? Bizony. Nos, hát köszönjük. Szívesen. Nagyon köszönjük. Tehetek még önökért valamit? Nem, ezer köszönet. Köszönjük. Ó, majd elfelejtettem. Tudnának adakozni egy szívbetegeket segítő alapítványnak? Akkor szorúért problémákkal küzdőknek gyűjtenek. A legkisebb összeg $5. Mennyi a maximum? Nincs maximum. Annyit ad, amennyit csak gondol. És készpénzt is adhatok? Természetesen. Rendben. Jól van, 5, 6, oké, elég. 950, tessék. De jó ég. Igen. Ez elképesztő. Köszönjük. Nagy lelki. Nagyon köszönjük. Jaj, ez nagyszerű. Köszönjük, Rebecca. Mi is köszönjük. Viszlát. Várjanak. Elnézést. Ezt ne hagyja itt.
maga egy jó ember. A sors megjutalmazza ezért. Köszönöm, Rebecca. Amen, köszönjük, nyomás. Viszlát, jöjjenek máskor is. Viszlát, Rebecca. Becky. Elnézést, uraim, de megmutatnák a zsebüket? George! George! Most adományoztak jótékony célra. Kereken $1000. Viszlát, uraim. Jó van, viszlát. 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 Menjünk már, pöcsfej. Hogy ment? Rosszul. Lenyúlta a borotvát? Ja. A kártyám nélkül nem tudtam kifizetni. Jó, van, szerintem megértette. Hé, hey, ne csináljon ezt! Kasper! Kinyírlak, te mocskos féreg! Mit képzelsz? Nyugasd már! Mi van? Le akar lőni? Lőjön azt hiszed, hogy nem tudjuk, lőjön, hogy ki vagy, te seggfej! Akkor jól figyelj! Elviszünk a rómaihoz, mert egy kicsit meg akar dolgozni téged, Mr. Julius Jax! Viselkedj! Baszd meg! Miről beszél? Ki ez a Julius Jax? Azt hiszi, én vagyok Julius? Nem, összekevertek valakivel. Ja, persze. Még sosem hallottam róla, a nevem Greg Newman. És én vagyok Hamupipőke. A római már vár rád, emlékszel rá? Elloptál tőle 4 milliót. Nem loptam el semmit. Ja, kivéve ezt. Gondoltuk, elviszünk a milliómos túrára, mielőtt végez veled, de elhagytad a kártyáidat. Igen, ezt elszúrtad. A római alig várja, hogy lásson téged. Figyeljenek rám, hibát követnek el. Úgy tűnik, hogy rossz embert raboltak el. Én nem ismerem a rómait. Látott a reptére, látta, hogy beszálltál a taxiba. Ezek szerint ez tévedés volt. Megmondtam. Igen. Tudod, ügyes vagy, Julius. Hidd el, sok csalóval találkoztam már, de rólad azt beszélik, hogy még a kurváknak is csekkel fizetsz. Mi? Ezt hallgassa meg. Az egyik cellatársam elmesélte, hogy Julius hogyan kötött el, bocsánat, rosszul mondom, kobozott el, ugye, elkobzás volt, kobozott el egy Maybachot. Hihetetlen. Egy $500,000 kocsiban furikázott haza, mindenkit átvert. Ha tűzoltó csapatnak adnák ki magát, a kutyák lehugyoznák. Higgyék el nekem, nem engem keresnek. Mindnyájunknak sokkal egyszerűbb lenne, ha végre bevallanád az igazat. Elmesélhetnéd, hogy jutott le 4 millióra. Maradj a 2-10-esen, majd szólok, hogyha le kell térni. Gondoljanak bele. Van bizonyítékuk, hogy én vagyok Julius? Ezt susom. Bizonyítékot akarsz? Hagyd már ez a csillagokat is lehazudja az égről. Jó a szövege. Beszélsz vele? Kivel? A nejeddel. Még nem mondtam, hogy nálunk van, mert kiment a fejemből. Ő a római biztosítéka. Vége. Vald be, hogy te vagy az. Nincs feleségem. Ó, Istenem, megint kezdés. Elképesztő a pasas, nem adja fel. Nem életfogytig szól, te idióta. Kezd nekem bűzleni a sztorit. Nem ismeri a hűséget. Ez még a feleségét is letagadja. Az anyját is eladná. Jól van, nézzék. Igen, tényleg van gyűrűm, de nincs feleségem. Elmondom, hogy miért. Mit szólna ehhez a római? Az hagyján, de mit szólna a felesége? De egyszerre neki, hogy nem is létezik. Lássuk csak, ez jó móka lesz. Kicsöng. Hol vagytok? Mi történt? Elbasztátok? Nem, dehogy is, csak meglógott és... Tetves amatőrök, pedig egyszerű a meló. Még fegyveretek is van. Nézze, hadd elmagyarázom, jó? Úton vagyunk, mindjárt ott leszünk. Helyes, majd az embereim megdolgozzák. Képzelje, azt mondja, hogy ő nem Julius. Itt ül, és azt mondja, hogy ő nem Julius. Persze, hogy ezt mondja, hiszen nem akar meghalni. Figyeljen rám, a nevem Greg Newman. Biztosan összekevert valakivel. Én a kaliforniai Santa Rosában lakom. Gary Larus voltál Rhode Islandről. 2 évvel ezelőtt pedig, amikor 12 milliót nyúltál le a McKelvin alapítványtól, Frank G. Gulich nevekörkéről. Nem tudtad, hogy követünk. Nem, tényleg nem, mert nem én vagyok Julius. Hát nem figyel rám. Láttam, hogy beszálltál a 8217-es számú taxiba. Kitűntél a tömegből. A fényes öltönyöddel és a barna aktatáskáddal.
Így szúrtunk ki, te rohadék. De nem értem, hogy... Én nem, nem... Egy gyűrűt visel, de azt mondja, hogy nincs feleségem. Ekkora egy gyökér! Mi van? Tényleg nem lesz nejed. Hallod, de hát ő nem a nejem. Nekem nincs feleségem. Julius. Nem tudom, hol vagyok. De fogalmam sincs ki maga, de a nevem Greg, és kérem, mondja meg nekik, hogy nem ismer. Olyan, mint valami raktár. Figyeljen rám, hölgyem, nem tudom ki maga. Mondja meg nekik, hogy nem én vagyok a férje. Ez nem a férjem. Julius-szal akarok beszélni. Hazudik. Szép próbálkozás volt, Julius. Hamarosan találkozunk. Hé, tudja, ő... Betette. És mi van, ha Greg tényleg csak hasonlít erre a Juliusra? Húzz Albert a fogadra, jó? Kérem, esküszöm, hogy nem én vagyok az. Legalább a feleségedet tisztelhetnéd. Elmondom, miért van gyűrű. Fárasz már. Engem érdekel. Lássuk, mit talál ki. Felesleg is. Hazudtam. Az előbb a feleségemről. Ó, hogy hazudtál! Akkor most hazudott? Nem, nem tudom követni. Hát én sem. És a neved sem Greg Newman? Newman, Greg Newman. Tényleg ez a nevem. Teljesen összezavarsz. A gyűrű a munkámhoz kell. Ügynök vagyok. Ügynök, csaló, ugyanaz a kettő. Ez az igazság, templomoknál házalok. Az ügyfeleimnek vannak bizonyos elvárásai. Egy családos embert várnak. Egy buzgó keresztényt, aki folyton a Bibliából idéz, és van felesége. A szemükben egy magamfajta férfi, vagy meleg, vagy élfhajhász. Esetleg egy meleg élfhajhász, ami a legrosszabb kombináció. Látni akarják a jegyzőt. Szerintem most találja ki. Muszáj felvennem. Ez egy átverés. Az egész egy átverés. Jól van. Mit árulsz? Ugyan már, csak kamuzik. Szórakoztató. Csak szivat téged. Mit árulsz? Szentelt vizet. Te jó ég. Tényleg van ilyen. Genezis. Szentelt víz a Jordánból. A Szentföldön palackozzuk, és Kentuckyban adjuk el. Viszik, mint a cukrot. Ügynök vagyok. Én adom el a vizet a templomoknak. Jól van. Halljuk. Mit a szövegemet? Csupa fül vagyok. Megbeszélünk egy időpontot. Az nem érdekel, hogy csinálod. Csak mondd el a szövegedet, mintha te lennél Greg. A hazugok védőszentje. Mintha te lennél Greg Newman szánt. Én vagyok Greg Newman. Jó, egyre hitelesebb vagy. Jól van, folytasd. Nem hiszek neki. De jól van, akkor elmondom a rövid szöveget, de mindig változik. Nem mindegy, hogy katolikussal, baptistával, metodistával... Legyen katolikus. Katolikus. Rendben. Azt mondják, az ügynöki munka 99%-a izzadság, a többi isteni sugallat. Szerintem inkább fordítva. Egy ügynök tisztában van vele, hogy milyen fontos az isteni sugallat. A léleknek. A hívők nem tudják, mivel oltsák a szomjukat. Manapság mindenfélére találnak gyógymódot, kivéve a lelkünkben tátongó űrre. Az embereknek azonban szükségük van a mindenható gyógyírt hozó vizére. Ennek a víznek minden katolikus család otthonában ott a helye, és az egyház feladata, hogy szétossza. Egyesek szerint az egyház bűnbe esett. Nem, uram, ez hazugság. Azt mondják, hogy a hit válságban van, én azt mondom, mindig is válságban volt. Túl sok erő harcol a gonosz oldalán. A médiából csak úgy ömlik az eretnek propaganda. A hívők nem találják az Úr által kijelölt utat. Egyszerűen bocsássunk meg nekik, nem, uram? Az nagy hiba lenne. Nekik megbocsáthatunk, magunknak viszont nem, ha nem mutatjuk meg nekik az utat. Csak sodródnak az árral, mi azonban elvezetjük őket egy magasztosabb, szent folyóhoz. Genezis szentelt víz. A Jordánból.
az egyház ne csupán támogassa, árulja is mindenkinek. A hívők úgy gyűlnek majd körénk, ahogyan azok, akik átkeltek a Jordánon, hogy az Úr meggyógyítsa őket. Amikor az Úr ellenségei üldözték, Jézus a Jordán partján keresett menedéket, ahol Keresztelő János megkeresztelte. A nép megkeresztelkedése után Jézus imádkozott, megnyílt az ég, és leszállt rá a Szentlélek. Lukács, 3. fejezet, 21-es vers. Ne szórakozz már! Tényleg vágja? Tudod kívülről a Bibliát? Nem. Akkor te vagy a bolond, ki a sötétségben botorkál. Kasper könyve, 3. fejezet, 9. vers. Elég meggyőző volt. Persze, hogy meggyőző, hiszen a csalás mestere. Le a kalappal előtte. Szerintem csak az beszél így, aki ebből is él. Mondtam már, hogy szélhámos. Így tudod kicsalni 4 milliót a rómaitól. Felőlem lökheted itt ezt a szent szöveget, de én nem veszem be. Én még hallgatnám. Nem. Nem hallgatnád, hanem hinni akarsz neki, felelősnek érzed magad a haláláért. És mi van, ha mégsem ő, Julius? Julius! Pontosan ezt akarja beadni nekünk. Tudom én, hogy működik ez. Van egy barátom. Telefonszexben utazik. Képes veled megtenni bármit. Érezni akarod, hogy nedvesedik és elélvez? Egy marslakóval szexelnél? Elhiteti veled, hogy a kis zöld antennái ott tapogatják a testedet. Ugyanúgy eladná a szentelt vizet, mint Julius Jacks. És megvennéd, mert hívő vagy. Nem? Minden, amit mondtam, igaz. Tegyünk próbára? Jó. Csináljuk. Nézzünk bele. Egy alma. Hol a szentelt víz? Ügynök úr, hol van a minta? A Biblia? A szórólapok? Hol vannak? Nincsenek nálam. Kurvára meglepő! Ha ő szentelt víz ügynök, én vagyok a pápa. Hol a cuccod? Most nincs rá szükség. Nem. Azért jöttél, mert itt laksz Mr. Jacks-el, akit szemrebben is nélkül letagadnál, te nagy keresztény. Miért jöttél ide Santa Rosából? Találkoznom kell Elmer Jonas-szal. Tényleg létezik, a tévében műsora is van. Igen, ismerem. Valami szenteskedő csatornán láttam az arcát. Húzd le, Okwellinél, fordulj jobbra és fogd be a pofádat! Nem ez az Elmer Jonas mondta, hogy a melegeknek külön helye van a pokolban? Igen, nagy bigott. Viszont minden vasárnap 4 millióan nézik a műsorát. És éppen a Waterfront plázában szállt meg. Üzleti megbeszélésem és termékmintek nélkül. Már találkoztam vele, hallotta a szövegemet. Ez másról szól. És mi van, ha belebotlasz egy kollégájába, akit érdekel a vizet? Mit csinálsz akkor? Áprilisban találkoztunk, és megbeszéltük, hogy a műsorában reklámozza a vizet. Vele töltöttem a hétvégét. Miről lett volna szó? Ez nem kifejezetten üzleti ügy. Csak nyugodtan. Találj ki valamit. A mobilomban benne volt a száma, de eltöltik. Mindjárt odaérünk a rómaihoz, és ő nem szereti, ha kamuznak neki. Ez személyes ügy. Pénz kell. Nem elég a római 4 millája. Öljenek meg. Bármi történik is velem, megérdemlem. Kész? Végeztél? Mindent elmondtál? Jól van. Bravo! Szép volt! Te is! Bravo! Micsoda produkció! Megkaphatnád a legnagyobb hazugoknak járó díjat. Sok csalót ismerek! De te mindet lepipálod, te vagy a hazugok Da Vinci. Hé, fordulj meg, elvisszük Hollywoodba! Nagy színész a csávó. Vétkeztem. Végre bevallod. Halljó, Greg. Elmentem Elmörhöz. Nagyon gazdag milliómos. Van egy hatalmas farmja délen. Nála töltöttem a hétvégét. Elmer folyton a családról prédikál. A neje elutazott, hogy meglátogasson egy gyerekkórházat. De Elmer is esendő, mint mindenki más. Későn vacsoráztunk. Vigyázott, hogy a szobáink a lehető legtávolabb legyenek egymástól, hogy ne halljam. Micsodát? Volt más is a házban.
egy másik férfi. Lefeküdtek. De jó Isten. Azért jött ide, hogy megzsarolja Elmer Jonas? Nem. Csak gondoltam, talán Elmer adna egy kis pénzt, de nem beszélnék róla senki. Meg kell zsarolnod. Senki sem válik meg önként a pénzétől. Vagy elviheted egy milliómos túrára. Az édesanyám 6 éve szívelégtelenségben szenved. Ez egy rémálom. Találtunk pár jó orvost. Te és a feleséged? Nem, én és az anyám összedobtuk a pénzt. Egy magánkórházba került. Felvettem mellé egy ápolónőt. A pénz nem számított. Azt mondták, 1/2 év múlva kijöhet. De már 5 éve ott van. Évi 200 000 dolláromba kerül, hogy életben tartsák szegényt. Azt mondják, sokat szenved. És hogy hagynom kéne meghalni. De ha így döntenék, tudom, hogy nem érte tenném, hanem magam miatt. Hogy ne kelljen többet fizetnem ezért a rémálomért. Régen gazdag voltam. Eladtam a házamat, mindenemet. De a biztosító talált egy kis kaput. Gond volt anyám űrlapjával. Nem fizettek egy centet sem. Talán el kellene küldenem egy intézetbe. Valahova. Ahol meghalhat, de ez hatalmas bűn lenne. Magára hagynom egy ilyen helyzetben? Vesz véget. Azt mondják, vesz véget a szenvedésének. Alig maradt valami pénzem. Csak őrlődöm. Maguk meg kirabolták. A keresetemből nem tudom életben tartani. Túl drága a kezelés. Képmutató vagyok. Úgy prédikálok a hit válságáról, mintha tudnám a megoldást. Imádkoztam. De hiába. Ha a bűn leselkedik. Igen. Anyámért képes lennék megzsarolni valakit. Ha emiatt pokorra jutok, nem leszek egyedül. Ott lesznek a biztosítósok, a bigott prédikátorok, és azok, akik a halálba kergetik a másikat. Remélem, Isten könyörtelen. És imádkozom. Imádkozom, hogy jöjjön el az ítélet napja.
Itt fordulj balra, aztán jobbra. Ne. Tudom az utat. Állj meg. Mindjárt ott vagyunk. Állj meg! Itt? Igen. Szállj ki, beszélnünk kell. Majd beszélünk, ha odaértünk. Változott a terv, szállj ki. Ne dirigálj nekem, én döntöm el, hogy mit csinálok. Szállj ki! Istenem, már megint bekattant ez a ribanc. Maradj itt! Basszus. Hallja, mi van? Nem ő az. De igen, nem emlékszel, a római látta őt a repülőtéren. Nem, valami bűzlik itt. Tudod, mi a baj? Az, hogy csak játszod a tökös csaj, de amint komolyra fordul a helyzet, betolsz. Maga szerint túléljük? A lány bevette a sztoriát. Igazat mondtam. Nem érdekel, hogy maga Julius Jacks, jól alakulnak a dolgok. Hát, dehogy is. Figyeljen, ha odaérünk, nem csak engem ölnek meg, hanem magát is. Hát nem érti? Meg kell próbálnunk meglógni. Én nem megyek sehova. Hidd el, egy csaló nem tud ilyet kitalálni. Jaj, te tényleg ilyen hülye vagy? Oda kell vinnünk a rómainak, különben végünk van. Ki nem szarja le a rómait? Minek rángattál bele ebbe a melóba? Hát, mert azt mondtad, hogy kell a pénz, puncikám. Ilyen gyáva. Gyáva? Tudja gyáva. Próbáljon meglógni, nem érdekel. Én itt maradok. Legjobb, ha várunk. Ha várunk, meghalunk. Szerintem igazat mond, nem ő Julius, és nem akarom, hogy az én lelkemben száradjon a vére. Mi van? Félsz Istentől, pedig ha valakinek lesújt a haragja, az a római lesz. Nem félek tőle. Akkor elviszem én, jó? Te meg stoppolhatsz hazáig. Nem engedem, hogy elvidd. Az utam válsz. Nem. Nem állíthatsz meg. Szállj be! Szállj be, amíg szépen mondom! Szállj be a kurva autóba! Most! Elegem van ebből. Nyugi! Próbálj meg lehígodni! Próbálj meg! Nyugi, öreg! Nyugi! Ne baszakodj! Mit pofázol? Na most kiblöffel! Jó van, várj! A rómainak milyen? Dolgozom! Ez nem személyes ügy! Illetve eddig neki dolgoztam! Nyugalom! Nyugi, várj! Nyugi! Dobd el! Mit csinál? Dobd el a pisztolyt! De hát éppen elkaptam! Mondom, dobd el azt a kibaszott pisztolyt! Helyes. Nem veled voltam. Világos? Érted? Azt hittem okosabb vagy, Julius. Sose bízz a taxisban. Bizony, neked azt mindenkinél jobban kéne tudni, hogy néz ki egy átverés. Meg se fordult a fejedben, hogy a római embere lesz a taxisofőr, te balfasz. Amikor rám ordítottál, azt hittem, te sem tudod. Hogy ne tudtam volna. Na befelé. Szállj be a taxiba. Gyerünk. Szállj már be! Úristen, mi történt, Billy? Billy! Itt maradsz. Baszki! Meglőtték! Lelőtte! Meghalt! Mit tegyünk? Térdre! Illetve félek! Mit akarsz tenni? Meg akarod ölni? Ki akarod nyírni? Kilocsoltam az agyát! Billy el akart engedni, te seggfej! Itt nem kapod meg a pénzedet, és a római úgy is megöli! Akkor nem, ha én ha elviszik a rómaihoz, ő megöli, és elfelejtheted az egészet! Bilincseld meg, tedd be a kocsiba, és menjünk a rómaihoz! Billit meg bízd rá! Mozgást a rohadt tetű! Ott maradsz! Te semmit! Tedd hátra a kezed! A kocsiba! Bassza meg! Nyugalom! Basznád meg! Bassza meg! De jól van, Gyuri. Jól van, mehetünk, ne aggódj, minden rendben lesz, menjünk! Bassza meg! Bassza meg! Majd megoldjuk! Jó! Itt fordulj balra. Na, aztán jobbra a Sherman Roadon, azt hiszem. Maradt néhány raktár, és a bal oldalon az utolsó lesz. Igen? Hol vagytok? A közelben. Nézzem, volt egy kis gond, de Billit meglőtték, és meghalt. Jól figyelj.
Nem akarok kockáztatni. Bilincseld meg Juliust és szorítsd a pisztolyt a fejéhez, amíg beértek a raktárba. Ha megpróbál meglógni, lőd le. Ne pattogjon, itt van a felesége. Szuper. Billy nem is érdekelte. Nem is sajnálta. Mert egy pöcs. Mintha a testvérem lett volna. Lelőtték az utcán. Szörnyű halál. A halál sosem szép. Egy-egy milliómos túra után meséltem neki a melóról. De sosem érdekelte. Nem azért, mert félt, csak... nem akart beszállni. Ez az? Nem, a következő. Értem. Kasper, fogalmam sincs, hol vagyunk. Kasper, hallj! Balra! Balra! Milyen sötét van. Ez az a raktár? Itt állj meg. Szólj be, hogy megjöttek. Itt vannak. A római nagyon pipa. Gyertek. Menjél már. A halál árnyék a völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Ez az. Imádkozz. Bár felesleges. A halál árnyék a völgyében járok, Kus. És nem félek semmi bajtól, mert Kus te velem legyen. Vagy. Ez meg ki a franc? Maradjon itt! Julius! Igen. Miért nem öltél meg eddig? Mert nem tudtam, hol a raktár. Értem. Tudod, hol a feleségem? Nem. Nem tudom. Nagy kár. Pedig akár partnerek is lehettünk volna. Várj, nem úgy volt! Köszi. Jól van, menjünk. Kövessen! Nola! 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 Julius! Julius! Julius, itt vagyok!
Azt hittem megölnek, és téged is. Megúsztuk. Gyere, gyere ide. Te jó ég, igen. Minden rendben? Tegnap este bejött egy idegen a házba. Mondtam neki, hogy nem vagy itthon, de megtalálta az e-mailt, amiben visszaigazolták a repülőjegyet, és... Tudtam, hogy jössz, de azt hittem megölnek. Nyugalom. Otthon ellátom a sebeit, de semmi baj, ne aggódj! Ez kicsoda? Greg Newman. Egy Santa Rosa-i ügynök. És mit keres itt? Segített megmenteni. Köszönöm. Semmi. Nem. Ödi! Engem elenged? Drágám, mi történt? Tegnap hazatelefonáltam, mert késett a gépem. Nem vetted fel, hívtalak mobilon is, tízszer. Semmi. Éreztem, hogy baj van. Így... Mire a reptérre értem, tudtam, hogy követnek. Gondoltam, talán a római, vagy valaki más. Odakint egy súnyiképű taxisofőr felajánlotta, hogy elvisz. Gondoltam, miért ne, és beültem. Vigyen, ha akar. A légkondi tökig fel volt csavarva. Meg lehetett fagyni a kocsiban, de a taxis izzadt, mint egy ló. Megállt két alak mellett, és várta, hogy beugorjanak. De nem ültek be. Nem tudták, hogy mire vár. Nem értették. Ekkor jöttem rá. Biztos, ami biztos. Megragadtam a nyakára. Kéz a kormányon! És megfenyegettem. Kéz a kormányon! A rómainak dolgozik? Ahogyis. Akkor figyeljen ide! Tartsa a kezét a kormányon! Álljon félre, menjen ki balra! Menjen balra! Gyerünk, gyerünk! Ez az. Hol a feleségem? Hol a feleségem? Ne hazudjon, ha nem mond igazat, megölöm! Ne szórakozzon velem! Tudom, hogy hazudik, tudom! Úgy volt, hogy beszállnak a kocsiba, nem tudom, hová akartak vinni! Jól figyeljen! Esküdözött, hogy nem tud semmit, és hogy a római bérelte fel, hogy vigyen el kocsikázni két taggal. Megkérdeztem, honnan ismert fel. Azt mondta, hogy a római kiszúrt a reptére. Fehér férfi, fekete haj, kék öltöny, barna aktatáska. Álljon meg, álljon meg! Még egyszer megkérdezem, hova vitt volna? Hova vitt volna? Beszélj, vagy legalább! Így már szinte mindent tudtam, amit kellett. És a sofőr tudja, milyenek ezek, be nem áll a szájuk. Gyorsan kellett cselekednem. A római látta, hogy beszálltam a taxiba, de a másik kettő nem. Tudtam, hogy ha beülök a taxisofőr helyére, a két tag elvezet hozzád. Csak engem kellett helyettesíteni. Nem tehettem mást, bíztam a szerencsémben. És képzeld, Mázlin volt, mert megláttam Greget. A Santa Rosa-i ügynököt. Pontosan. Elvihetem, uram!
kicsoda nap. Kocsikázunk egyet? Van választásom? Nincs. Jól van. Menjünk. Holnap újra elrepülök. Ne menj. Reggel felhívtak. Arizonából oda kell mennem. Sajnálom, Nola, de muszáj. Még egy utolsó találkozó, és vége. Sosincs vége. Megszabadulok a kocsitól. Na és mi lesz Greggel? Kocsikázunk egyet. Ne tedd ezt. Tudod, hogy muszáj. Ezúttal nem. Kezdesz elpuhulni. Egy kicsit. Egy óra múlva itt vagyok. Egyszer mindenki meghal. Tudom. Tudom. Sajnálom, hogy beteg az édesanyja. Megtenne nekem valamit? Átadna neki egy üzenetet. Mondja meg neki, hogy nem ingott meg a hitem. Szeretem őt. És igaza volt. A hitem sosem ingott meg. Ennyit talán megtehetek. Greg Newman Santa Rosából. Anyám egyedül nevelt fel. Felnevelt. Ő tett azzá, aki vagyok. Támogattuk egymást. Aztán megbetegedett. És meghalt. Látja, sok mindenben hasonlítunk egymásra, nem csak az öltözködésünkben.
Jól figyeljen. Csak egyszer mondom el, de soha nem felejtheti el, amit most hall. Nem érdekel, hol tűnt el a pénze és a kártyái. Sőt, az sem, hogyan lett véres az arca meg az inge. Casper, Billy, a római. Sosem látta őket. Nem szállt be a taxiba. Nem ismeri a milliómos túrát. És ami a legfontosabb, soha az életben nem találkozott Julius Jackson. Rendben. Még nem végeztem. Tudom a nevét. Tudom, hol él. És pontosan tudom, hogy néz ki. Ha eljönnek hozzám a rendőrök, és Julius Jackson-t keresik. Julius Jackson a maga nyomába ered. Megértettük egymást? Persze. Fordulja meg. Fordulja meg. Üdvözlöm az anyját, persze név nélkül. Köszönöm. Ne hagyja itt a táskát. Elvihetem, uram! Magyar hangok. Hauman Petra, Széles Tamás, Snell Ádám, Bozsó Péter, Nemes Takács Kata, Törtei Tünde, Bolla Róbert. Magyar szöveg Gáspár Bence. Hangmérnök Csomár Zoltán. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkront az AXM megbízásából a Pannonia Sound System készítette. Produkciós vezető Valger Zsófia.